Sziasztok mérlegek, köszöntelek a csatornámon, Attila Taró. Ebben a videóban azt fogjuk megnézni, hogy augusztusban milyen energiákat várhatsz a szerelem és a kapcsolatok területén, mint mindig ez egy általános kirakás. Így igazán figyelj oda azokra az üzletekre, amik relevánsak a számodra, és engedd el a többit, lássunk is hozzá, először is a segítő állatok szelleme kártyát nézzük meg, ahol neked a 34-es, a kolibri szellemiségnek van az üzenete, ami azt jelzi, hogy légy ebben a pillanatban, élj a mának. Tehát igazán ez a kártya arra szólít fel, hogy az élet gyönyörűsége az a pillanatban van, a jelen pillanatban, amit igazán megélsz, és igazán nagyon fontos az, hogy arra fókuszálj, ami előtted van. Tehát ha belegondolsz, a kolibri nagyon gyorsan tud mozogni, nagyon sok minden eltérítheti, de mindig egy virágra fókuszál, ami épp előtte van. Tehát neked is ez az üzenet, hogy arra fókuszálj, ami előtted van. Tehát különösképpen, ha keresel valamit, ha valamit szeretnél elérni, akkor lehet, hogy már megtaláltad. Tehát mindenképpen figyelj oda, és élvezd a pillanatot, élvezd, amiben benne vagy. Lehet, hogy ez egy új kapcsolat, lehet, hogy ez egy meglévő kapcsolat, lehet, hogy az út, ami a kapcsolathoz vezet. Mindenképpen légy a pillanatban, élvezd a pillanatot, mert az üzenet. De nézzük meg, hogy miről szól a taró a te esetedben. A kirakásod középpontjában a botok királynője van. A botok királynője, mint udvari kártya, lehet a te energiád egy személyé, vagy a kártya általános energiája. Tehát ez a királynő a legattraktívabb az összes közül. Ő bármit el tud érni, bármit meg tud szerezni, nem csak azért, mert gyönyörű, de azért is, mert nagyon pozitív a rezgése. Nagyon jól tudja használni a vonzás energiáját, a vonzás törvényét, mindig pozitív, mindig nagyon jól tudja bevonzani azokat a dolgokat, amit akar, bármit meg tud szerezni, és azt se érdekli, hogy mi az, amit mások beszélnek, mások mondanak, mert nézd meg azt a kis aranyos cicát, az jelzi azt, hogy ő nem figyel oda arra, amit a mások mondanak, mert annak idején a fekete macska az a szerencsétlenséget jelentette, de ő igazán nem törődik vele, mert ő szereti ezt a macskát. Aztán az első lapod az az uralkodónak a lapja. Tehát ez lehet egy személyi, általában egy idősebb szemét jelölhet egy férfi energiát, aki nagyon pozitív hatással van az életed minden területére. Egy probléma van vele, hogy lehet, hogy ő nem tudja kifejezni az érzéseit, de az nem jelenti azt, hogy nem szeret, vagy nincsenek érzései. Lehet, hogy te vagy az, akinek oda kell figyelni arra, hogy jobban kimutasd az érzéseidet. Ez a kártya jelenthet stabilitást, sikert, tradicionális értékeket is, tehát jelenteti azt is, hogy ha egyedül vagy, akkor egy stabil kapcsolat jön az életedbe, vagy pedig már egy meglévő stabil kapcsolatban vagy. Jelentheti kontrollt is, tehát lehet, hogy van valami, vagy valaki, aki túlságosan kontrollál egy helyzetet, vagy egy személyt. A következő lapunk pedig az erő kártyája. Az erő, ami a bátorság, a kurázsi, a magabiztosság, az önbizalomnak a kártyája. Tehát amikor ez a lap kijön, akkor nagyon fontos abban, hogy bízz önmagadban, légy magabiztos, mert az sikerül, az segít neked abban, hogy elérd azt, amit szeretnél, megszerezd azt, amit akarsz. Különösen ezzel a botok királynő energiájával. Néha az erő kártyája jelenteti a végtelen sok lehetőséget is. Jelenteti azt is, hogy olyan lépéseket hozol meg, amivel meglepsz másokat. Aztán a következő lapunk a Kejhek 9-es, ami egy csodálatos lap, a boldogság, az élvezetek kártyája, az ünneplésé, amikor igazán az az érzés, amikor teljesül egy kívánságot. Tehát itt néhányatoknak lehet, hogy valamilyen nagyon nagy boldogság jött az életedbe, amire vágytál, amire kívántál, lehet, hogy itt valami olyan lépést tettél meg, amivel megleped a világot.
De nagyon fontos az, hogy élvezd ezt a pillanatot, tehát nézd meg, hogy ő is mennyire felhőtlenül élvezi ezt a pillanatot, tehát benne van a jelenlegi helyzetben. De nézzük meg, hogy mi a következő lapunk. A következő lapunk az a kardok kettes. A kardok kettes, ami egyrészt jelentheti azt, hogy van valamilyen döntés, amit meg kell hozni, és ez a döntés nagyon nehezedre esik. Jelentett konfliktust is, amikor igazán két oldalra próbálnak húzni, és te próbálsz úgymond semleges maradni. Tehát ha valamilyen döntésről van szó, akkor jelzi azt, hogy oda kell figyelned a megérzéseidre, a belső hangodra, mert igazán mélyen tudod azt, hogy mi is a jó döntés. Aztán a következő lapunk pedig a kardok apródja, ahol nekem a tekintetem először is erre a két madárra megy, ami nagyon hasonlít ahhoz a kártyánál, amikor a feje fölött repülnek ezek a madarak. Tehát ez a kártya a kíváncsiság, a tanulásnak a kártyája, valamint, tehát mondtam, lehet kíváncsiság, kíváncsiskodás, pletykálás, kémkedés, amit igazán nagyon érdekes ebben a kirakásban, olyan szempontból, hogy lehet, hogy hoztál egy döntést, amivel meglepsz másokat, lehet, hogy egy idősebb személlyel vagy együtt, aki jó hatással van az életedre, de úgy látszik, hogy ez nagyon sok pletykára ad okot, ami lehet, hogy fejfájást okoz neked, de mivel itt a középpontban ez a királynő van, akit nem érdekli, hogy mit mondanak mások, lehet, hogy ez az üzenet, hogy téged se érdekeljen. De nézzük meg, hogy mi lesz ennek a kirakásnak a végkimenetele, de előtte ne felejts el lájkolni, megosztani, valamint feliratkozni. Az a mindenképpen jelzett, hogy ez a kirakás segített, és te is segítesz nekem abban, hogy növeljem a csatornát, hogy az üzenet minél több emberhez eljusson, különösen azokhoz, akiknek szüksége van rá. Neked ez csak egy gombnyomásba kerül. Remélem, hogy már meg is nyomtad mind a like és a feliratkozás gombokat. Természetesen mindig szívesen olvasom azt is, hogy hogyan rezonál ez a kirakás a te életeddel kapcsolatosan. Tehát a kirakásod a kardok hatossal folytatódik, ami egyrészt az előrehaladásnak a kártyája, az átalakulásé, amikor sikerül a nehézségeket, a viharos helyzetet magad mögött hagyni, és végre nyugalom jön az életedbe, tehát ez jelentheti azt is, hogy ez sikerül ezen túltenned magad, ami fejfájást okozott, és innentől nyugodtan folytatódik az élet, jelenthet változást, jelenthet költözést is néhányatoknak. Aztán a következő lapunk a botok hetes. Alexander, nézd meg, hogy ő mennyire védett, mennyire védi magát, és teljesen nem érdekli azt, hogy ezek a botok mennyire próbálják őt szurkálni, piszkálni. Teljesen nyugodt, a pillanatban van. Tehát itt lehet, hogy neked is úgymond meg kell védened a helyzetedet, meg kell védened a kapcsolatodat, a gondolatmenetedet, stb. Stb. De figyelj arra, hogy a pillanatban légy, mert igazán ez jelzi azt, hogy támadnak, lehet, hogy pletykálnak, lehet, hogy próbálnak valakit elcsábítani, de igazán te azt látod ezeket előre, és nagyon jól tudod kezelni, te vagy az, aki győztesen jön ki ebből a helyzetből. Aztán a következő lapunk pedig a kelyhek hármas. A kelyhek hármas, ami az ünneplés, a siker, nek a kártyája, amikor elérsz valamit, itt lehet ünneplés, mint egy születésnap, lehet egy buli, lehet egy eljegyzés, házasság, keresztelő, gyerek születése, stb. Stb. Tehát mindenkinél másképpen jelenik meg. Aztán a pakli alján pedig a kardok ásza van. A kardok ásza, mint minden ász, jelentett valami új fejezetet, új kezdetet, ez jelenthet egy megvilágosodást, vagy pedig tisztázó beszélgetést, lehet egy új kapcsolat, meglévő kapcsolatban egy új fejezet, ami igazán mentálisan nagyon stimuláló, tehát itt ő is igazán nagyon érdekes, hogy a pillanatban van, ő is a pillanatban van, ő is nagyon élvezi ezt a pillanatot, és élj a mának, élj a pillanatnak. Tehát bármi is történik veled, élvezd a helyzetedet, ne törődj azzal, hogy mások mit mondanak, ne törődj azzal, hogy mások hogyan próbálnak szurkálni téged,
Az a fontos, hogy te élvezd a helyzetet. Hát igazán ennyi van számotokra, remélem, hogy ez a kirakás segített, és újra üdvözölhetlek.